Tolnán a Magházban már hagyomány, hogy Halloweenhez közeledve kézműves foglalkozást szerveznek a könyvtárral együttműködve. Ilyenkor akár be is öltözhetnek a résztvevők, asztal és ajtódíszt, lámpást, denevért és még számos az ünnephez kapcsolódó díszt készítettek azok, akik ellátogattak a programra. Úgyhogy van egy ilyen úgynevezett anyag, amiből így összeállítottak a játszínek, és azt én kifestem, és teszek hozzá ilyen termést. Manapság már egyre többen ismerik a Halloweenhez kapcsolódó szokásokat. Beöltöznek, elmennek a temetőbe, meg így bepognak az ajtón, és akkor csokit vagy csalunk, és akkor így adnak. Azért belecsempésztünk őszi dolgokat is. Vannak koszorúk, ajtókoszorúk, akkor asztaldíszek, ott kimondottan a tökre koncentrálva. Próbáltunk természetes anyagokból, fából gombákat hozni, hálkot lehet festeni, de a megszokott lámpást el lehet készíteni, amivel elvileg este fele a sötétben még fel is vonulnak a gyerekek. Úgy tervezzük általában ezeket a foglalkozásokat, hogy a legkisebbeknek is, azoknak egy ilyen festéssel általában készülünk, de a felnőtteknek is mondjuk egy ilyen ajtókoszorú elkészítése, ha úgy igazából aprólékosan elkészíti, akkor az egy inkább egy felnőttes munka lehet. Van denevér, akkor szellemlámpás, van fekete macska, van boszorka, úgyhogy ezekkel készültünk Halloween partira. A Tolnai Városi Könyvtárnak már ez hagyományos rendezvénye, és most összefogtunk a Magházzal, akik ugyan kollégák, de hát ugye külön intézményegységként működünk, és egy közös rendezvényt, egy halloweeni partit hoztunk össze, ami ugye nem csak gyerekeknek szól, felnőttek is jöhetnek, hiszen az asztaldíszek, az ajtódíszek, ezek felnőtteknek való kézműves foglalatosságok inkább. Valamint a Magház vállaltam, mivel hogy van kemencéje, és az be tudják fűteni, hogy süteménysütést szerveznek, úgyhogy ilyen boszorkány új nevezetű édes sütemény sütés lesz itt a kézműves foglalatosságok után, közben, előtt, kinek milyen kedve van. Kevesen tudják, hogy a szokások, mint a jelmezbe öltözés és a tőkfaragás eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Szakemberek szerint a tőkfaragás egy ősi kelta tradíció. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltöznek az élőkbe, az emberek félelmükben beöltöztek különböző álcázó jelmezekbe. Így akarták becsapni és összezavarni a szellemeket. A Halloween, mint hagyomány nálunk azért nem nagyon él, illetve faluhelyen azért élnek halottak napja előtti hagyományok és ilyen gonoszűzési hagyományok, de ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert hogy ugye Halloween, mint olyan, az angol száz hagyomány. Mi szeretnénk ezt némileg népszerűsíteni, és ezt a köztudatba bevinni, hogy ez nem a halottak napja meggyalázása, nem a minden szentek meggyalázása. Ez egy nagyon vidám ünnep, főként azért, hogy ne féljünk annyira a sötétségtől, a téltől, a hidegtől, és közösen vidámsággal próbáljuk átvészelni ezt az időszakot. Bár a szakértők csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztő töklámpás, mint a busóállarc. Az ellenség eltántorítására, előzésére használták. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt dísze lett, és csaknem az ország szinte minden pontján tartanak az ünnephez fűződő programokat.